Szép jó napot kívánok, nagyon kellemes televíziózást kívánunk a képernyők előtt a kedves nézőknek. Ez a Falusi Turizmos című műsora a Kölcsei Televíziónak, az Itthon Együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című pályázat, egy különleges műsorával készülünk, 20 település méri meg tudását 4 adás keretében. Egyébként ebben a pályázatban a Kölcsei Televízió több egyéb műsort is készített, többek között egy 4 estés talkshow-t, a Csillagjárót, aztán szakácsműsor, főzőműsor is készült, kastélyokat, várakat mutattunk be, és a megyek különböző legendáiról is készül egy 10 részes sorozat, úgyhogy a nézők számára sok-sok tartalmas néznivalót kívánunk. Ma pedig hát itt Vásáros Naményban, fantasztikus nyári időben, és azt gondolom, hogy fantasztikus hangulatban várunk mindenkit, és készülünk a nagy-nagy megmérettetésre. Bocskai Magda kolléganőm, én pedig Hályer Zsigmond vagyok, mi vezényeljük úgymond innen majd ezt a rendezvényt, de minden településnek, és akkor el is mondom a mostani 3 települést, Ajak, Panyola és Barabás van egy-egy szerkesztő kolléga segítője, ők fognak majd onnan a sátraktól bejelentkezni, kis riportokat, interjúkat csinálni, és amit még nem mondtam, ugye ez a 3 csapatverseny, ez most itt, a győztes csapat jut be a döntőbe, majd Kisvárdán, majd Kisvárdán lesz, és a döntő győztese pedig 500 ezer forinttal gazdagodik, tehát haza lehet vagy mini 500 000 forintot a győztes településre. Így a versenyen és a játékon kívül tétét is küzdenek majd itt a csapatok. És ami nagyon fontos, ugye ezt megelőzte egy ilyen online bemutatkozás, tulajdonképpen így választottuk ki a településeket, és ott mindenféle agytorna, kreatív feladat volt, ma meg elsősorban ugye az ügyességre megyünk, és olyan játékokat találtunk ki, ahol nem csak kreatívnak, sportosnak, hanem viccesnek is kell majd lenni, és természetesen jól bírni itt az időjárás viszontagságait. Mi nem véletlenül állunk egy traktor platóján, szerintem nagyon-nagyon stílusos a színpad. Én életemben nem álltam traktor platón. Zsiga, te már álltál? Én már álltam, igen, sőt akkoromban dolgoztam is rajta, de most gyakorlatilag most is dolgozunk rajta. Annyit még elmondok, hogy 12 feladat lesz, és a pontozás pedig úgy néz ki, hogy a győztes csapat 10 pontot kap, 7 pontot kap a második helyezett, és 5 pontot a harmadik helyezett, és értelemszerűen az összesítésnél az a csapat győz majd, amelyik a legtöbb pontot szerezte. A sátraktól nézve balra Pusztai Barbie kolléganőnk lesz, aki majd vési fel a pontszámokat, és adott esetben oda is lehet pillantani, meg majd megkérdezzük a kollégákat, hogy hogy állunk összesítésben. És akkor adjuk is el szerintem a szót, kezdve Ajakkal, Aurélnak, mert gondolom mindegyik csapat készült, vagy egy csatakiáltással, vagy egy indulóval, úgyhogy bemutatkozásként kezdjük ezzel. Köszönöm szépen, nyilván készült Ajak is. Hadd mondjam el azt, hogy egy gyönyörű városnak egy nagyon felkészült és nagyon komoly csapata érkezett most ide erre a játékra, a vetélkedőre. Meg is nézegettük nagyjából a feladatokat, és már úgy kis van osztva, hogy ki mit fog csinálni. Hogy készült a csapat, és milyen elánnal, nyilván az első lesz Ajak, ez nyilvánvaló. Mindig az első Ajak, akárhova menjünk, fel vagyunk készülve. Reméljük, elsők leszünk, de mindenkinek megvan adva a lehetőség. Kicsit megmordult a csapat jó értelemben véve, amikor elhangzott az 500 ezer forintos fődíj. Lenne hova tenni? Hát lenne hova tenni, az már azért meggondolandó, hogy oda el tudunk-e jutni, vagy nem, vagy szeretnénk eljutni, vagy nem, úgyhogy mindent bele fogunk adni a mai középdöntőbe, hogy esetleg ott lehessünk az 500 ezer forintért. Ez biztos, hogy így lesz, már csak azért is, mert én már tudom, hogy mi a csatakiáltás. Most ezt osszuk meg a nézőkkel is, akkor ha szabad, akkor így ide teszem majd a mikrofont, és akkor viszonylag hangosan, akkor mondják el. Hajrá, Ajak, nyerni szabad! Hozzáteszem, kötelező, hajrá! Hajrá, Ajak, köszönjük szépen, Aurél! Megyünk tovább, Panyolára érkezünk, ők itt a pályán a középső sátrat foglalják el. Kerecseny Józsi pedig azért választotta, hogy most mintegy fővédnök lesz a panyolai csapat mellett, mert korábban ő is élvezte a panyolaiak vendégszeretetét, mégpedig a nemrégiben lezajlott nagy sikerű Panyola Festen. Emlékszel még, Józsi, hogy mi történt ott, vagy esetleg már egy picit homályba merülnek az emlékeid? Mindenképpen emlékszem, mert nem csak szórakoztam, hanem dolgoztam is, tehát forgattunk egy nagyon jó anyagot a Panyola Festen. A vendég szeretete Panyolának tényleg messze földön híres, nagyon finom ételeket kóstoltunk.
és hát ne feledkezzünk meg a panyolaiak energiaitaláról, a panyolai pálinkáról. Most ez nem kerül terítékre, nem fogyasztott a csapatom energiaitalt, ha úgy tetszik, de az biztos, hogy hatalmas energiával mennek bele a mai küzdelembe. És hát ők is megtanultak egy nagyon frappáns indulót, amit most ide is tárunk a kedves nézők elé. Egységünkre, egészségünkre, hajrá, panyola! Na hát erre lehet számítani a következőben. Egy tapsot megérdemel a panyolai csapat is. Így van, és egymásnak is lehet tapsolni, és természetesen, ahogy most itt hallottuk is, sem a különböző indulatuknak, hangulatuknak ne szabjanak gátat, tehát lehet drukkolni majd a verseny folyamán, és a nézőket pedig arra biztatjuk, hogy a képernyők előtt is, mert bízunk benne, hogy valamennyiüknek van valamilyen kötődése ezekhez a településekhez, ha nem is személyes, de legalább jártak ott, vagy ha nem, akkor most adunk egy jó kis tippet, hogy mondjuk a jövő nyáron merre kalandozzanak. Kindru Szemese, Pacsirta hangú szerkesztő kolléganőnk, pedig a barabási csapatnál. Már teljesen betagozódott. Így van, és már meg is tanult, azt hiszem, egy pár keresztszemesöltést itt a felkészülési időben. Hogy megy Emese a varrás? Hát egyelőre döcög, de menni fog. Nagyon-nagyon szuper csapat verődött itt össze, tehát nem is verődött, mert gyakorlatilag helyi civilek, több civil szervezet működik Barabáson, és helyi civilek vannak most itt. Egyelőre a polgármester úr is itt van, ő úgy tudom nem tagja a csapatnak, hamarosan el kell mennie, de megkérdezem, hogy hogy készültek erre a versenyre. Hát nagyon-nagyon készültünk, meg fogjuk nyerni itt a... Jó. Meg fogjuk nyerni a versenyt. Természetesen, nekem is úgy tűnik, mert hát ha látjuk a sátrakat, és most nem akarok nagy szavakat mondani, de azért gyönyörű lett a barabási sátor. Ezek helyben Barabáson készült szőttesek, keresztszemes varrással készült, segítsetek, terítők, babi. Terítők és abroszok. Nem hát baj, Emese, az adás végére megtanulod majd ezt is. terítő, abrosz. Az lenne még a másik, hogy nekünk nem csak csatakiáltás van, de induló, úgyhogy a műsorvezetőket kérdezem. Örömmel várjuk. Magda Zsiga, jöhet mind Öröm a kettő? Így van. Természetesen. Akkor hajrá! Pipe csapat a hegycsúcsán győzelemre készen áll, nem hátrálunk semmitől sem, nincs számunkra akadály. Barabási Pipe csapat megnyeri a játékokat, rá, rá, hajrá! Egy tapsot hát, akkor. Szuper, tudjátok, mi jutott eszembe, amikor őrsvezető voltam, illetve úttörő korongba mentek ezek a csatakiáltások, és lehet, hogy a csapatok tagjai között is sokan hasonló múlttal rendelkeznek, úgyhogy egy kicsit nosztalgiázunk is. És akkor azt mondtam, hogy 12 versenyfeladat van, de egyelőre úgy néz, hogy 3 győztes lesz. Ha úgy alakul és holt verseny lesz, akkor természetesen lesz olyan feladat, amely majd eldönti a holt versenyt. Nos, szerintem akkor a bemutatkozás megtörtént, nagyon-nagyon izgatottak vagyunk valamennyien, úgyhogy akkor élesbe kezdjük el magát az első középdöntőt, ahol tehát Barabás, Panyola és Ajak csapatai küzdenek 12 feladaton keresztül. Hát nem tökölünk, ugye? Így van. Hanem dinnyézünk. Dinnyézünk, és ott van már megint balra a sátraktól Juhász Miklós, aki... majd ott segíti a résztvevőket, tehát itt minden csapatból úgy látom már meg is van egy-egy ember, és akkor aki legmesszebb dobja a 3 kísérletből, a legmesszebbet mérjük, pontosan mind a 3-ad a legmesszebb számít, az fogja megnyerni ezt a versenyszámot, és akkor úgy dobunk, hogy egy dobás, Ajak, Panyola, Barabás, megint Ajak, Panyola, Barabás, és megy a 3. kör, úgyhogy akár lehet kezdeni. Hátulról lehet szurkolni nyugodtan a versenyzőnek. Nem tudom, vonuljunk fedezékbe szerinted, eddig el tudják dobni? Nem tudom, többféle technikával lehet. Hát egy kicsit a varjaknak vagy a madaraknak is hagynánk, de hát el kell takarítani majd a pályát természetesen. Akkor megvolt az első dobás, most jönnek a panyolai. Ez egy picit másik technika. Ez igen. Ó, szerintem itt diszkoszvetői múlttal rendelkezett a versenyző. Róli. És nézzük a Barabásit. Róli. Újabb. Nos. Ez nagyjából így szemre talán a panyolaiak
vezetnek, én innen így látom, de Barbie egy picit vonalba áll, akkor látni fogja. Igen, lehet más technikával is próbálni. Na, akkor kezdjük tehát ismét az ajakiak dobnak. A második dobás következik. Vajon milyen ízű volt ez a dinnye, ezt már sose tudjuk meg. Egy újabb technika, és ez lényegesen, igen, Zsiga, te mondtad, hogy te is így dobnál. Igen. Hátulról. Megnézzük, lesz-e követője. Lehet, hogy nagyobb a lendület. Akkor ismét egy ilyen forgás, és már ez, itt az ajakiak igen. Térfelére ment, de egyébként távolságát tekintve én elég hosszúnak láttam. Igen, tehát igen. Jó volt ez a technika is. Barbit megkérjük, hogy sétáljon már a dobások vonalába, és akkor adunk egy részeredményt. Ez milyen izgalmas volt, szinte a légy zümmögést is lehetett hallani. Ajak az első helyen, és még egy kísérlet. Gondolom, hogy egyébként árgus szemekkel figyelik a csapattagok az egymás dobását is, úgyhogy, és hát ugye reméljük, hogy sok-sok néző ez a leghosszabb a három dobás közül. Mármint a három ajaki közül, legalábbis innen nézve, de Barbie szerint is. Na, egy újabb technika. Barbie. Rövidebb és volt. Akkor megnézzük az utolsó barabási kísérletet. Hát kicsit már operatőrünk Török Misi is veszélyben volt. Hát akkor, ha Barbie egyetért, ezt a számot az ajakiak nyerték, de egyelőre egy mérés még. Már csak azért, hogy megmozgassuk egy kicsit igen. A segítőket is. Megvolt tehát akkor a három mérés. Ezzel meg tudjuk erősíteni, hogy az első számban tehát az ajakiak nyertek. Egy nagy tapsot kérünk a csapatnak. Második helyezett, Panyola a második helyezett, és most a bronzéreme jutott ebben a számban a barabásiaknak, és akkor Aurélnak már át is adjuk a szót, mert többféle technikát láttunk a versenyzőtől, de alig, ha nem elégedett az eredménnyel. Bizony, szóval ez fantasztikus, én éreztem, hogy sikerülni fog, beszélgettünk előtte már... Tudtuk, hogy mi lesz a feladat, az első feladat, ezért jól át volt gondolva ez a technika. Attól tartottunk csak, hogy mivel ajak kezd, ezért esetleg a versenytársak ellesik ezt a technikát, de hála Istennek nem tették. Hogyan és miképpen sikerült 27 méterre dobni ezt a dinnyét? Hát megmondom őszintén, kezdés az nagyon rossz volt, mert elsőnek mindig rosszabb lenni, de viszont a technika hozta. Próbáltam arra törekedni, hogy először nagyobbakat dobjam el, aztán a kicsivel tudok korrigálni, hogy esetleg a dobáson egy kicsit tudjak javítani. Hát, sikerült. Fantasztikus. Elsők lettünk az elsőben. Ajak neve hallatán szinte mindenkinek a száj jut az eszébe. Nem tévedünk ezzel nagyot, ugyanis tényleg ez a testrészünk lehet a névadója a városnak. Persze, az is elképzelhető, hogy eredete Ajak Miklós birtokossal van összefüggésben. Már a 13. század végén vannak utalások arra, hogy létezik ajak, de jelentősebb lélekszámúvá a 19. században vált. Akkor egyesült magyar vég, faluderék, kisajag és tóvég. Görög, római és református közösség is él Ajakon, legtöbben római katolikusok. Telepítettek be ide a 18. században szlovákokat, majd Heves megyéből magyarokat. Ez utóbbiak hozták magukkal a dohánytermesztés mesterségét. 2013. július 15-én kapta meg a városi címet, amelyet azóta minden évben hatalmas mulatsággal ünnepelnek meg. Idén már a megújított Péter-tó ligetben tartották a városnapot, ahova hagyományosan meghívják a testvértelepülések képviselőit és a város hagyományőrző csoportjait. A férfiak után most a hölgyek következnek a következő feladatban, és hát megmutathatják, hogy ha mondjuk nagyon-nagyon mérgesek esetleg életük párjára, akkor hogyan dobják utána mondjuk a gumicsizmát, vagy a papucsot, vagy a sodrófát, vagy bármit. Jelesül most ebben a versenyszámban gumicsizmát kell majd elhajítani, és hasonlóképpen ugye az a cél, hogy minél messzebb repüljön ez a gumicsizma, annak pedig a becsapódási pontját fogják a kollégáink ellenőrizni. Ajak, Panyola, Barabás is háromszor egy kis taktikai eligazítás.
Ez a Hogyan kerül a csizma a leves helyett a dinnyébe című produkció lesz, mert ugye még itt a dinnye szanaszét van, de hát ez persze nem befolyásolja azt, hogy el tudják dobni majd a csizmát. Nem tudom, hogy erre hogyan készültek a játékosok, ez is egy érdekes kérdés lehet majd, természetesen a műsorszám után. És itt ugye hölgyeknek kell tehát dobni a csizmát, nem az uraknak. Így van, és itt is lehet több technikát alkalmazni. Igen, úgy látom, volt egy kis betanítás. Igen. Szerintem kezdhetjük akkor az első kísérlet ajaki részről. Ugye egészen más, mert a csizma más formájú, és nem is olyan nehéz, mint a dinnye. Nos. Meg volt az első, következik Panyola. Barbit majd megint megkérjük, hogy ugyanúgy. Bár itt egyszerűbb a helyzet, mert ugye a csizma helyben marad. Hoppá, a teli találat. Kár, hogy nem ez volt a feladat, hogy a bóját kiüsse Fekete Évi, de egyébként így is szuper volt. Jön a harmadik barabás. Hát ez egy kicsit repül a nehéz csizma, ki tudja, hol áll meg. Lehet, hogy ki akarták ütni a barabásiak a panyolaiakat. Nem tudom, ez valamilyen furcsa technika. Nézzük a második kísérletet, szurkolni nyugodtan lehet a versenyzőnek. Ági. Hátulról jönnek a jó tanácsok. Ja, bocsánat. Szinte ugyanakkora. Igen. Panyola. Nagyon jó. Nagy az öröm. Na nézzük Barabást, hova csapódik be. Ez is kicsúszó szektoron kívülre, de van még egy kísérlet. Nos, hát akkor most már teljesen profivá váltak a játékosok. Mindenkinek megvan a maga bevált technikája szerintem. Mérni kell, mert nagyon közel van egymáshoz. Ez rövidebb volt, de van egy nagyon hosszú dobása Panyolának, és ne nézzük ezt az utolsó kísérletet. Hát ez közelike ez volt. Már... Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy bezzek, ha lenne egy negyedik lehetőség, és akkor megint jön a mérőszalag. Úgy láttam, hogy ebben a harmadik barabási dobásban már volt egy kis elkeseredettség is. Semmi de gond, természetesen lesz még 10 versenyszám, és különbözőek, úgyhogy, és hát valószínűleg mondjuk nem is tudom. Én például gumicsizmát még életemben nem haigáltam, ez a másik azt olyan dolog, amit még nem csináltam, ugye a platón való műsorvezetésen túl. És megvan az első mérés időközben, hány méter? 13,6. Panyola. Gumicsizmája kerül most az azt... 14,5 méter. Akkor ez itt el is dőlt. Hát az az energiaital csak csinált valamit, Józsi, ugye? Még ha nem is ma reggel fogyasztották a versenyzők, minden esetre nagyon energikusak és nagyon aktívak és lelkesek. De hát azt gondolom, hogy ezt mindhárom csapatunkról el tudjuk mondani. Na és megvan a harmadik mérés is pillanatokon belül. 8,3. Így tehát Panyolának adjuk át a szót, illetve Józsinak. Talán egy kicsit a technikáról, a technológiáról is faggathatod a résztvevőket. Hát nem voltunk elkeseredve az első feladat után, tehát tudtuk azt, hogy ennél csak jobb lesz. És hát Éva be is bizonyította, hogy gumicsizma dobásban hatalmas tehetséggel bír. Éva, mi volt a titka ennek? Technika vagy erő dominált inkább? Hát az aerodinamikát kellett a legjobban. A gumicsizmának és a ballisztikai pályáját kellett kiszámolni a gumicsizmának. Ez fejben dőlt el, én úgy érzem. Én is így érzem. Komoly tanulmányokat folytattál, Évi? Ilyen, azt gondolom, hogy az űrkutatás rejtelmeibe is bepillanthattunk. Ilyen nagy energiával megyünk majd tovább a további feladatokra. Nos, akkor így legyen. Panyolának nincsenek híres történelmi nevezetességei, itt nem születtek nagy hadvezérek, költők, politikusok, híresebb csata sem zajlott. Nem mi állítjuk ezt, Panyola weboldalán kezdődik így a település bemutatása. Hát akkor ennyi, mondhatnánk, de mégis, akkor mivel büszkélkedhet ez a kis szatmári község? Nem tudom. Mármint tudom,
a gyümölcs, amit úgy hívnak nem tudom szilva. Ebből egyesek a lekvárba és a finomabbnál finomabb ételekbe, mások a helyi energiaitalba, a szatmári szilva pálinkába szeretnek bele, és akkor még nem is említettük a panyolai farsangot. A helyiek február 2. hetében alakoskodó állatokat és különös figurákat felvonultató, vicces zenés attrakcióval űzik el a telet. A nyár sem múlik el nyomtalanul, idén augusztusban immár 16. alkalommal gyűltek össze több ezeren a Panyola Festen. Ilyenkor tapasztalja csak meg igazán az ide látogató, hogy milyen is a helyi emberek vendégszeretete. Panyolának nincsenek híres történelmi nevezetességei, itt nem születtek nagy hadvezérek, költők, politikusok, híresebb csata sem zajlott. Panyola most írja csak igazán a történelmet. Közben a pályát itt összegerebézik, egy kis gyepszellőztetés is megtörténik itt a Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarán. Egyébként egy gyönyörű környezetben vagyunk, nagyon szép fák között. Szinte ilyen rendezvényre találták ki ezt a helyszínt, és már a következő számról szó esett, akkor egy olyan szám következik, ami ügyességet is igényel, erőt is igényel, gondolkodást is igényel, hiszen egy klasszikus zsákban futó verseny következik majd, úgyhogy van idő a csapatoknak, míg a pálya elkészül, kitalálni, hogy ki képviseli majd a települését. Hamarosan elkészül a pálya, és indulhat a harmadik szám. Biztati természetesen lehetség kötelező a csapatokat. Felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Barabás nagyon beindult, hoppá! És a várható, semmi gond, nyugodtan, bárkivel előfordulhat. A barabási versenyző nagyon rutinusan, alig először a fuzsákba, egyes és a másik oldalon is, még egy, mindenkivel előfordul. Hiha. Nem is gondoltuk, és hogy és a barabásiak nagyon-nagyon nagyszerű technikával, bent a célban, ezt a számot Barabás nyerte. A második helyén még megy a csata. És nagyon-nagyon küzdenek a versenyzők, és háromszor is igen, földön is volt semmi. A panyolai kis résztvevőnk, de nem adta föl, úgyhogy... És bent a szélbe szó szerint beesett a célba. Beesett, így van. Reméljük, hogy... Nincs semmi baj, bízunk benne. Csak elfáradt, ugye? Erősítsetek meg, Józsi, hogy nincs semmi komoly, csak egy jó színész is a... Játékosodó. Figyeljenek rá, minden rendben. Egy jó pohár vízzel. Úgyhogy ezt a számot a barabásiak 2. hely után megnyerték. Második panyol, a harmadik anyag, balbírja a pontokat. És mint a körkapcsolásban, annó kapcsoljuk Barabáson kiindul szemesét. Már is a versenyzőnk hátra ment szusszani. Egyet, gyere Zoli, hadd kérdezze meg a technikádat. Szerintem te nagyon gyakran futhatsz zsákban. Valamikor gyerekkoromban történt legutoljára. Most úgy nem volt még pontunk, úgyhogy dolgozni kellett érte. Mindent beleadtál, de már előtte gyakoroltál, mi volt a technikád? Páros lábbal, egy irány, nem mozgunk, ennyi az egész. Hát nagyon ügyes vagy, úgyhogy megvan az első győzelem. És lehet hallani, hogy azért ez komoly sport teljesítmény volt, mert igen, egy 401-es döntője után szokott így kiszállni a vízből hosszú Katinka. Barabás, Barabás, te csodás, igazi vadregényes környezetben, ritka rovar és madárfajok által lakott terület szomszédságában található Barabás. Az északberegi Kaszonyi hegy, más néven Tipet hegy, nem csak egyedi és gazdag élővilágával jár élen a térségben. A Bárci tető a maga 219 méteres magasságával megyénk és az Alföld legmagasabb pontja. A közel 160 hektáros természetvédelmi terület nem csak az ornitológusok kedvelt célpontja, az ide érkezők és az itt élők nyaranta előszeretettel hallgatják a madarak énekét a hegy oldalban ülve. Ha a szemügyre vettük az itt élő közel 70 madárfaj, valamint a ritka rovarfajok egyedeit, a kis község is tartogat látnivalót. Az Árpád-kori településnek épített öröksége is van, a falu központjában áll a középkorban emelt református templom, melyet később barokk stílusban építettek át. Mivel ez egy érdekes szám volt, a többi is, azt persze kérdezzük már meg a másik két versenyzőt is, hogy ők hogy élték meg ezt a 60 méter durván.
Azt hiszem, drámai volt a küzdelem itt panyolai részről. Ádám hatalmasat küzdött, és behozta második helyre a csapatot, újabb 7 pontot szerezve. Ádám, miket találtál a földön? Hangyákat! Nagyon nagyot küzdöttél, milyen volt? Jó. Azt hiszem, ez lényegre törő, tömör, de nagyon, nagyon informális válasz volt. Úgyhogy nagyon stabil a teljesítményük, várjuk a folytatást. Aurélik talán egy picit jobban kibontják ezt a zsákbafutást. Bizony, Erika volt, aki nálunk a csapat által ezt a számot képviselte. Nagyon nehéz volt, Erika? Hát, nem így gondoltam, de igen, elég nehéz volt. Ugye az elején jól indult, aztán volt egy esés, nem ütötted meg magad? Nem, nem. Semmi gond nem semmi volt. Semmi gond nem volt. A végére egy kicsit kiszakadt a zsák is már. Igen. Azt talán nehezített. Szűk volt a zsák, igen. Jó, hát de szerintem nagyon jó volt, köszönöm szépen. Szusszanj egyet és igyál egy kis vizet. Tudod, Aurél, arra gondoltam, hogy azért általában egy háziasszony nem úgy ébred, hogy akkor ma mondjuk 30 fokban szikrázó napsütésben zsákban fogok futni. Bizony, úgyhogy... azért itt elhangzott az, hogy azért igyekezzünk úgy játszani, hogy mindenki megőrizze a méltóságát, és úgy tudjon visszamenni majd a városába, hogy jó volt, és nem az, hogy te jó Isten, már megint mit csináltál, de szerintem eddig sikerült mindenkinek. Én szerintem tekintve a célt, és hogy milyen jó helyre tudják majd azt az összeget fordítani a csapatok, ezért tényleg olyat is bevállalnak, ami esetleg a komfortzónájukon túlmutat, úgyhogy inkább szerintem a hősiesség az, ami a település minden lakója által elismerést érdemel majd, úgyhogy gratulálunk. Köszönjük mindenkinek! Szépen. És egy olyan szám következik, ami biztos, hogy ki fogja mozdítani a komfortzónájából a versenyzőt, hiszen szükség van erőre, itt is szükség van technikára, hiszen az a feladat, hogy van nekünk egy kerekünk, ami már elő is került, és tartani kell vízszintesnél, magasabban, de függőlegesnél lentebb tartva, és a helyi segítőnket Sanyit megkérjük, hogy mutassa meg, hogy hogy működik majd ez. Kicsit kinizsipál és időre szellemében. Megy természetesen. Ugye nem malom követke. Tehát valahogy így tartani, és a vízszintes alá lemegy, akkor ott a vége. Tehát ez lesz, úgyhogy azért nem fölfelé, mert úgy nagyon sokáig. Tehát akkor tulajdonképpen mellmagasságban kell tartani? Hát valahogy igen, és akkor az úgy is igen. Lejjebb fog menni. Ez így tökéletes. Van. Na hát, én korábban már jártam ilyen erős ember vetélkedőkön, és ugye a néző mindig azt hiszi, hogy hát ez olyan egyszerű. De ha oda megy és megpróbálja megmozdítani azokat az eszközöket, akkor rájön, hogy nem is olyan egyszerű. Azon túl pedig, ha megemeli, akkor tényleg rájön. Akkor már a kalapját is megemeli utána, hogy micsoda dolog ezt végigcsinálni. Szerintem majd most is így lesz. Igen, és csináljuk úgy, hogy legyen itt a kerék. Közben Morsinak is mondom, mérik az időt, én ugyanúgy beszámolok, hogy felkészülni 3-2 egy rajt, onnan fel lehet emelni, és indítod az órát a rajtra. Igen, és igen, és mikor lemegy a vízszintes elé, akkor vége. Akkor kérem Morsit is, hogy a kezed a stopperen. Mehetünk? Felkészülni? 3-2-1 rajt! És futnak a másodpercek. Ha esetleg hátul a csapattársak némi fáradást láttak, lehet buzdítani, mert ilyenkor szárnyakat ad egy kis szurkolás a versenyzőnek, aki egyelőre nagyszerűen meg sem mozdul. Tehát lehet, hogy holnap estig itt állunk, akkor tuti napszúrást kapunk, hogyha minden versenyző ilyen jól bírja. Mi azt gondoltuk, hogy ez sokkal rövidebb ideig fog tartani. Lehet, hogy egy picit magasan tartja a versenyző nem hiszem, a kereket? Ha megkérdezünk... Tökéletes a technika? Aurél? Igen, akkor ő azt hiszem azt mondaná, hogy már... Inkább azt kérdezném meg, hogy meddig tartjuk? Ja. Nyugodtan, fut az óra. Hány kiló ez a kerék? Valaki lemérte? Tudjátok-e a pontos súlyt? Mert azért ennek fényében egészen másképp lesz a nézők is. Mennyi az eredmény? Hát kérdezzük meg. Hány másodperc? 51,66. 51-66. Fantasztikus eredmény. Egy viszonyítási pont. Mindössze 52 másodpercig kell tartani a panyolának, ha előzni akar. Na hát most meglátjuk, hogy ez a bizonyos energia, ital... Jó, maradjon lent még, igen, csak egy próba. Vajon? Mehetünk? Mekkora energiát ad? Felkészülni. 3, 2, 1, rajt!
Laci érzi maga mögött a Panyola legerősebb közösség biztatását. Áll most itt a pályán, vagy legalábbis a csapat legerősebb tagjaként, mert valószínűleg ugye a csapat tagok el tudják dönteni, hogy ki legyen az, akit megbíznak egy-egy feladat teljesítésével. És hát persze vannak olyan feladatok is, amit még talán senki nem próbált, ilyenkor pedig a bevállalás vagy a próba szerencse alapján próbálkoznak a játékosok is. Nos, vajon hol jár a stopper óra? Én szerintem fél perc környékén járhatunk, vagy már azt el is értük. És Laci is nagyon elszántan tartja ezt a kereket. Úgy tűnik, hogy mindenképpen 51 másodperc fölé szeretne menni. Azért látjuk, talán, hogy mintha már fáradna. Itt a vége. Mi még nem halljuk, de az ováció alapján valószínűleg... 1 perc, 3 másodperc, tehát magasra tette a lécet, igen. Laci, itt Panyolán. És érkezzek a barabásiak. Pontosabban nem tette nagyon magasra, és nem is a lécet, hanem a kereket. Pont jó pozícióba ahhoz, hogy egyelőre Panyola vezessen a keréktartó vetélkedőben. Következik Barabás, számolok, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Szeszült csend, lehet szurkolni. Reméljük közben senki nem keresztszemezik, mert véletlenül az ujjába szúrna a tűt ilyen izgalmak közepette. A barabásiak csak megfontoltan, nem akarják megijeszteni szerintem, hogy kiabálással véletlenül ráijesztenek, és kiejtse azt a kereket a kezéből. De azért lassan ott állnak, és mantrázzák a... Hajrá, Norbi! Hajrá, Zsolti! Zsolti! Még inkább. Hajrá, Zsolti! Hajrá, Zsolti! Emese csinálja a hangulatot. És futtak a másodpercek. Ennyi volt. 45 másodperc, akkor Panyola, Ajak, Barabás a sorrend a negyedik feladat elvégzését követően. És akkor természetesen Kerecsen Józsefet kapcsoljuk Panyolán. Én megmondom őszintén, itt 50 másodpercig azt hittem, hogy el leszünk itt még jó néhány percig. Viszont Laci nagyon nagy kitartással rendelkezett. Gyere ide, légy szíves, Laci. Milyen volt? Mennyire volt nehéz a vége? Nem jó volt a fogás először is. Nem jól fogtam, megfordítva kellett volna, mert így jobban terhelte az alkart. Tehát akkor a győztes panaszkodását hallottuk. Volt még ebben, azt gondolom. Nagyon jó átlagokat hozunk, 4 futamból 2-t nyertünk, úgyhogy elégedett a csapat. Hát Laci, nagyon jól fogtad meg, mert tényleg lehet, hogy percekig állhatunk volna itt, igen, hogyha a másik végén a kaparintod meg ezt a időben kereket. Még nem járunk a mezőny, vagy a játék felénél. Járunk. Úgyhogy még bármi lehet, és szokták mondani, ugye, hogy innen szép fölállni, meg itt még nagyon meg lehet fordítani, annál is inkább, mert különböző jellegű feladatok következnek. Most elsősorban mi gyerekekre gondoltunk, de úgy látjuk, hogy csak a panyolai csapatnak van kiskorú versenyzője, úgyhogy természetesen akkor a vállalkozókat kérjük az ajaki, illetve a barabási csapatból. Lufi fújás következik, mégpedig addig kell fújni azt a lufit, amíg el nem durran, és természetesen az győz, akinek hamarabb durran a lufia. Ehhez is kell némi technika. Húvós hangszeren játszók előnyben. Illetve hát tüdőkapacitás, és én úgy gondolom, hogy a fair play szellemében igaz ugyan, hogy mi gyerekekre gondoltunk, de lehet, hogy a nagyobb tüdővel bírnak a fiúk, és lehet, hogy mégiscsak akkor felnőtteket kellene versenyeztetni. Ez csak az én véleményem. Viszont Aurél szót kér. Annyit akartam csak, hogy azt beszéltük éppen, hogy talán nincs értelme itt sem a stopper időmérésnek, hiszen ha egyszerre
kezdődik, akkor akinek hamarabb eldurran, az a győztes, a második, a harmadik pedig a harmadik, ez teljesen egyértelmű. Kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a második és a harmadik. Mégpedig, ahogy látom, hölgy, férfi jelenkező, hölgy jelenkező, és a készen van mindenkinek a kezében a lufi? Mert akkor indulhat felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Egyformák, egyenlőre, bízunk benne, hogy durranós lufi, még fújni kell. Barabás! Egyelőre ajaknál nagyobb a lufi, és el is durrant! És megvárjuk a panyolaiakat. Muszáj, hogy eldurranjon, mert különben azt fogják mondani, hogy ez nem durranós lufi. Na, lassan a versenyzőnk feje is az eldurranás szélén van. Hát 30 fokban lehet, hogy nem a legkellemesebb dolog lufit fújni, de megtörtént ez is. Egyébként nekem van egy ilyen parám, én mindig rettegek, hogy mikor durran el, de úgy látszik, hogy azok, akik vállalkoztak, nem félnek ettől. Nos, mi volt akkor Emese? A győztes taktika. Hát úgy látszik, van egy nyerő emberünk, egy Jolly Joker. Mi volt a taktikád, Zolikám? Fújni, fújni és fújni. Közben azért levegőt ennyi is vettél, feltételezzük. De amúgy ugye szó volt, hogy milyen feladat jön, és ő egyből feltette a kezét, tehát valami sejtése lehetett, hogy ő ebben jó lesz. Honnan tudtad, hogy ennyire jól fog sikerülni? Rendezvények alkalmával azért szoktam bevállalni a lufi fújásból. Akkor ezt innen a tapasztalat. Így van. Viszont, hogy Zoli pihenhet egy picit, mert a következő feladat olyan lesz, hogy csapatonként 3 hölgy vesz részt benne, ez pedig kukoricamorzsolás lesz. Az adott mennyiséget, amit már hoznak a segítők, kell lehető leghamarabb lemorzsolni, és itt is lehet különböző taktikákat alkalmazni. Ugye a műköröm ilyen esetben nem biztos, hogy jó célt szolgál, de az is lehet, hogy igen. És hát nem tudom, hogy utoljára mikor morzsoltak a versenyzők kukoricát. Szerintem ezt a gyerekek is szokták, különböző ilyen vetélkedőkkor. És hát ugye régen eleink, őseink, nagyszüleink és az ő nagyszüleik számára mindennapos tevékenység volt. Ma már azért ezt a legtöbb helyen azok is, akik gazdálkodással foglalkoznak, gépekkel végzik. De hát mégiscsak volt egy hangulata annak, amikor ugye összeültek, kukoricát morzsoltak, közben meséket, illetve népi jellegű történeteket, anekdótákat meséltek, és gyakorlatilag ugye a népmese így terjedt szájról szájra, családról családra, és talán a pletyka is, ugye? Mert egy-egy ilyen morzsókálás alkalmával azért volt idő, nagyon sok minden kiderült Icáról, meg Janiról, hogy mégis mi újság. Most viszont ennél a számnál, mivel mi ugyan magasan vagyunk, és messze is látunk, de teljesen nem látjuk, hogy állnak majd a versenyzők, úgyhogy a 3 csapat segítőt kérjük meg, hogy majd felvállva közvetítsék, amit ők közelebbről látnak. És ha elkészültek a csapatok, és Morsi is jelzi, akkor elindítjuk ezt a versenyszámot is. Nagy az érdeklődés, van, aki guggolva, van, aki ülve. Szeretnénk szólni egy picit, ha van rá mód. Természetesen. Tehát a szabályokat akkor még egyszer a pontosság kedvéért. Hozzá még nem lehet kezdeni a morzsoláshoz. Nem a kosárba morzsolunk, hanem szigorúan a zsákba. Gyakorlatilag a kosárból kivesszük a kukoricát, és a zsákba kezdjük el morzsolni. A segítő kollégáim, amikor a csapat elkészült, fölteszi a kezét, és azzal válik egyértelmű, hogy az a csapat kész van. Tehát ez a játékszabály, jó? És akkor Maki és Zsiga fog indítani minket. Felkészült mind 3 csapat? Felkészültünk. Na. Akkor kezdem felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Akartam mondani, hogy Kindrus Szemesek közben valami kis népdalt is énekelhetnél, mint hajdanán az ilyen esti elfoglaltság idején. Egy csutkát már látok, Emese, a többi takarásban. Hogy haladnak a barabásiak? Nagyon jól haladnak, tényleg, nagyon tapasztaltak. Én biztos, hogy nem tudnám ilyen gyorsan csinálni. Fantasztikus sebességgel. Nem látom a többi csapatot, de szerintem megnyerjük. Józsi? Hatalmas elánnal vetették be magukat a hölgyek, úgyhogy én bizakodó vagyok. Aurél? Nálam nagyon profik a hölgyek.
Én ezt a technikát nem is ismertem, nem mintha nagyon sokat csináltam volna életemben eddig, de nagyon ügyesek. Ott csinálják egyik csutkát a másikra, vagy két? Bizonyám. Igen, hát így van egy kis plusz nyomaték, gondolom. Hát ezek a tyúkok ott az ajaki portán gyorsan jól fognak lakni. Még egy van, ez valamelyik csapattól hangzott, hogy ez még egy van. Nem árulom el, hogy kik. És közben lelkesítik itt a morzsoló hölgyeket, a csapattagok, és reméljük, hogy odahaza a település lakói is nagyon izgulnak, és nagyon szorítanak. És kérjük, hogy jelentkezzen az a csapat... Megvagyunk, mi nyertünk, megint Ajak. Megvan, megy a második helyére a harc Spanyola és Barabás között. Barabás. Barabásik ezek is a magasban, úgyhogy Barabás a második, és a spanyolaiak befejezik csak úgy, mint a lufi fújást. És lassan most már tényleg a felénél járunk, úgyhogy egy ilyen kis összesítést akár nézhetünk is, hogy hogy állunk jelen pillanatban. Igen, az első középdöntőn, ahol Barabás, Spanyola és Ajak település csapatai mérkőznek meg egymással a Turizmos nevezetű vetélkedő műsorunkban, amely a Kölcsei Televízió egyik új vetélkedője. Három elődöntő után majd a döntőben mérettetnek meg a települések, és kiderül, hogy ki lesz a legizmosabb ebben a vetélkedőben. A fődíj pedig egy 500 000 forint értékű ajándék, amelyet a település ugye a saját örömére felhasználhat. És már Aurél ott áll, hiszen biztos megtudunk valami kulisszatitkot. Igen, a hölgyeket hadd kérem ide, legalább egy valakit a három közül. Igen. Nagyon profinak tűnt ez a módszer, gondolom nem először. Hát igen, igazából, mert én falusi vagyok, és akkor vannak jószágaim, és akkor igazából ők is akarják, hogy gyorsan mozduljak, és akkor így bele jobban tudok menni, mert minden nap csinálom otthon. Ez egy érdekes technika, hogy a már... leszemezett, lemorzsolt csutkával kell csinálni. Igen, egyszerűbb, mert a kezünk akkor így nem elevenedik ki, és sokkal gyorsabb. Ez hanyadik csutka volt életében? Ez nagyon, nagyon sokadik volt, nagyon sokadik. Úgyhogy nem mai gyerek vagyok, úgyhogy. Te gyakorlat teszi a profi munka, profi csapattól, úgyhogy gratulálok a ajakiaknak. És a verseny félidejénél közlök is egy részeredményt, abszolút nyílt a verseny. 6 versenyszám után 46 ponttal Ajak áll az élen. Spanyola 44 ponttal a második, tehát mindössze 2 pont a különbség, és a barabásiaknak is van 42 pontjuk, tehát még bármi előfordulhat, mind a három csapatnak érdemes továbbra is ilyen precízen, ügyesen, feszesen versenyezni. A következő feladatban pedig hát azok jelentkezzenek, akik szomjasok és éhesek is egyszerre, ugyanis egy olyan feladat következik, amiben tulajdonképpen egy vízzel telt kis wildingból kell a foguk segítségével kihalászni az almát, tehát lehetőleg kivehető fogsorral ne jelentkezzenek erre a játékra, illetve hát aki tényleg nagyon-nagyon melege van, akár bele is bújhat teljesen, vagy elmerülhet ebbe a kis wildingba, és természetesen itt is az időfaktor az, ami számít, meg az, hogy minden alma ugye kikerüljön a wildingból majd. Itt is írtuk gyerekeket, hölgyeket, urakat, mely minden csapat eldönti, hogy alma kihalászásban, kész használata nélkül ki a legjobbjuk. Egyébként 2 darab almát kell kihalászni, úgyhogy az szerintem nem lesz olyan nehéz. Bár hát ugye Aurél, meglátjuk. Neked onnan közelről milyennek tűnik a feladat? Szerintem nem lesz bonyolult a feladat. Erő kell hozzá és állkapocs. Úgyhogy ezzel rendelkezünk. Hölgyek nem vállalták, ezért nincs nagy szájuk Ajakon a hölgyeknek. Így aztán egy férfi ember. Nekem van egyedül. De kicsit szégyellős vagyok, de megpróbálom bevállalni. Na hát harapós kedvű játékosok kellenek itt ehhez a játékhoz. Emese, úgy látom, már több jelentkező is akar. Igen, mert ugye úgy nehéz elfogadni, hogy kéz nélkül kell ezt a két almát megenni. Egy versenyzőre van ugye szükségünk? Igen. Nem kell megenni, csak kivenni. Ja, kivenni. Kivenni, csak ki kell venni. Nem kell megenni, csak harapni.
beleharapni és kiemelni a vízből. Így van, megint be fogok számolni, és amikor mind a két alma lent van az asztalon, akkor teszi fel a kezét a versenyző, de ott vannak a segítőink mindhárom csapatnál, és ha kész vannak a csapatok, akkor kérdezem Aurélt Józsi Temesét, kezdhetünk-e? Kezdhetünk. Részünkről is. Akkor felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Hey, meg vagyunk! Iván Aurél tiszteletbeli aja ki lesz, mert most már annyira együtt dobog és együtt bizsereg a csapatával. Hát viszont ez... a másik két csapatnál én innen nem tudtam dönteni. Ti hogy láttátok, gyakorlatilag egyszerre tették fel a kezüket. Ebben a számban legyen holtverseny, mindkét második csapat kapjon 7-es pontot, mert tényleg nem lehetett eldönteni, egyszerre indultak el a kezek, és egyszerre kerültek fel. Az viszont tagadhatatlan, hogy legelőször az ajakiak végeztek. Most már megesszük az almát, mert megérdemli szerintem a első helyezett. Ez volt az Alma Hatalma című feladat, és úgy látszik, hogy hatalmasabbak voltak a versenyzők, mint az almák. Nos, nézzük, hogy a 8. feladatban ki lesz a legügyesebb, a Barabási, a Panyolai, avagy az Ajaki csapattagjai. Itt férfiakra számítunk, pontosabban csapatonként egy férfi versenyzőt várunk, hiszen itt is szükség lesz előre gyorsaságra, mivel két vödör vízzel kell leküzdeni majd ezt a távot. Lehetőség szerint a legkevesebb vízveszteséggel. Most egy olyan dolgot látnak a kedves nézők, amely számunkra is újdonság, hiszen a Kölcsei Televízió rengeteg műsort forgatott már az elmúlt évek folyamán. Ugye az elmúlt 21 év. Köztük rengeteg sportos, vidám jellegű dolgot, de ilyen vetélkedőt, ahol tulajdonképpen meg kell küzdenünk a természet, az időjárás és a szerkesztők kreativitásának nehéz feladataival, ilyenben ez eddig még nem vettünk részt. Mi nagyon bízunk benne, hogy kedvet kapnak majd a megyében élők, és hát abban is bízunk, hogy esetleg lesz majd folytatás, ha nem is hasonló, vagy nem is ugyanilyen jellegű, de hasonló feladatokban és műsorokban. Közben lassan megtelnek a vödrök, és úgy látom, hogy mindhárom versenyző már elfoglalta a rajt pozíciót, úgyhogy következik a beszámolás. Felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Ajakiak nagyon bekezdtek, de még nem dőlt el, meg volt a forduló. Picit lötyög a víz, senki nézsen vészesen. 1, 2... Hát itt, ha jól láttam, innen a sorrend a jobbról. Ajak, Panyola, Barabás. Gratulálunk, és hát égett a naplementől a kopárszik sarja, úgyhogy egy pici vízzel meg is locsolták a játékosok, de hát azért azt gondolom, hogy ez még nagyon kevés volt. Reméljük, hamarosan esőt is kapnak majd a szomjazó földek. És ismét Aurélia szó, sokat szól ma már. Igen, és nem csak az van, hogy mi voltunk a leggyorsabbak, hanem a víz is alig-alig ment ki. Mi volt a technika? Nem tudom. Jó ment, annyi a lényeg. Őszinte volt. Jó volt. Azt beszéltük, hogy a gumikon átlépdelve az inkább legyen lassabb, hogy ne menjen a víz ki, utána kell a gyorsaságot megszerezni. Igen, próbáltam arra törekedni, hogy ne akadjon be a lábam, letált a cipő, ne akadjon be, mert ha itt megbukok, akkor vég az egésznek. Gratulálok, persze, hogy a győztesnek nem kell semmit megmagyarázni, de megint Ajak lett az első. Mi volt a panyolai technika? Azért kérdezzük meg a többi csapat játékosait is. Azt gondolom, a panyolai technikával az égvilágon semmi probléma nem volt, és a végén itt centig döntöttek. András, milyen volt? Remek volt az évek meg a rutin. Én ezt gyakoroltam idén, sajnos a szárazság miatt elég gyakran kellett locsolni, és én hagyományosan összegyűjtöttem az esővizet, kimertem, és elvittem a kiskertbe, és úgy locsoltam. Hát igen, azt gondolom, hogy ilyen a szájos időszakban ezt is meg kell becsülni. Nagyon szoros verseny volt, második hely ezúttal, de még van pár feladat. Emese, mennyire vagytok elkenődve, hogy egy hajszállal ugyan tele maradtatok a második helyről? Nem, mert még van feladat. Róli szerintem a biztonságra ment, mert valószínűleg azt szerette volna elérni, hogy egy csepp se lögybölődjön ki a vödörből. Ezt el is érte, csak a lerakásnál cseppent ki pár csepp. Hogy érezted magad ebben a versenyhelyzetben? Próbáltam minél a maximumot kihozni belőle, és hogy ne lötyögjön ki a víz.
mert ebbe a szárazságba azért kell a víz, főleg a növényekre. Visszük az a locsolni. Igen, tudatosan versenyzett. Hasznosan fogjuk felhasználni. Kedves nézőink, önök a Falusi Turizmos című műsorunkat látják. A mai középdöntőben Barabás, Panyola és Ajak csapatai mérkőznek meg. Aki időközben kapcsolódott be csak a műsor nézésébe, az sajnálatos módon lemaradt egy pár nagyon érdekes feladatról, de még most a képernyők elé szegezhetjük önöket, és drukkolhatnak a csapatoknak. Jelenleg Ajak vezet, legalábbis a legutóbbi összesítésen de ez már volt jön az Barbie eredmény. Is mondja, és... hiszen 8 feladaton vagyunk túl, tehát a 2/3-án már túl vagyunk a versenynek. Érkezik a segítség. Ajaknak 59 pontja van. 58 pontja van Panyolának. 54 Barabásnak. Még nagyon mindig kiélezett, lehet bármi, nagyon egy... kiélezett ez a küzdelem, és a következő feladatban pedig már tényleg nem babra megy a játék, nem vizet lehet kilöttyinteni, hanem akár egy húsvér menyecskét lehet kiborítani, és nem idegileg, hanem fizikailag, hogyha nem ragadják meg jól ennek a talicskának a szarvát, és az sem mindegy, hogy hogyan és hányan. Van egy különös van. Feladatunk, Zsiga ismerteti. Mégpedig erre a versenyszámra csapatonként 7, azaz 7-es versenyzőre van szükség. Egy valaki beül a talicskába, és ketten fogják meg, tehát egy-egy szarvát fogja egy versenyző, és szépen eljönnek ide a bójákig, vissza, átadják másik két versenyzőnek a talicska szarvát, ők ugyanezt a kört megcsinálják, és a harmadik páros lesz majd a befutó. Tehát ez egy klasszikus váltóverseny lesz. Tehát egy valaki, aki a taliskában van értelemszerűen marad benne, mert az időveszteséggel járna, nincs értelme, hogy ott csere legyen. Hát ott igen. Vannak a segítők, és akkor ugyanaz lesz, amelyik csapat elsőként belér, jelzi. Második, itt ugye azért érdemes, bár nem méricskéljük itt egymást, a lehető legkönnyebb játékost beültetni a talicskába. Nos, hát hogyha valamennyien készen vagytok, akkor hasonló visszaszámlálásos módszerrel fogunk indítani. Felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Két kézbe! Ajakiak elkapták a fonalat. A váltás, hamarosan a ajakiak már váltanak. Barabás átvette a második helyet, de Panyola is érkezik. Kettő új toló ember, és elindult a második páros ajaknál. Nem is olyan könnyű ez, így, hogy ketten tolják, olyannyira nem, hogy most per pillanat Panyola vezet, de fejfej mellett Barabással, és az ajakiak is jönnek. Egy pillanatig nem tudtam eldönteni, hogy direkt szalomozni akarnak, nem, vagy pedig csak egyszer félre hord a taliska. Arra megy a taliska, így van. Panyola vált, az utolsó páros indul, a barabásiak is jönnek. Ajak picit lemaradt. Ez nem szándékos szalomozás. Igen, látom, hogy tulajdonképpen amerre, a barabásiak amerre nagy sikerül, lendülettel átvették az utolsó bójánál a vezetést, és úgy tűnik, hogy ők futtak be elsőként, sőt, ez már egészen biztos, ezt a számot Barabás nyerte, Panyola lesz a második, hiszen az ajakiak még most érnek majd a pálya utolsó szakaszát. Hozzá kell tenni, az ajakiaknál többen hölgyek voltak, akik tolták a taliskát, úgyhogy talán nem meglepő. És igen, ez kicsit olyan ez, mint a Mónika fitness gép, az a rázó gép, úgy érezheti magát benne a játékos, aki vállalta azt a szerepet. Tulajdonképpen régen ugye akár így rabolták el a lányokat, hogyha kéznél volt a talicska. Most ezt a hagyományt próbáltuk feleleveníteni. Nos, ezzel lehet, hogy egy picit változott egyébként a verseny eddigi igen. eredménye, mert ugye most Barabás hirtelen nagyon sok pontot gyűjtött, de hát még mindig nincs vége a versenynek, úgyhogy... És ahogy egy 4x100-as futóváltó, vagy egy 4x100-as úszóváltóban, sem mindegy, hogy milyen sorrendben rakják össze a csapatot. Emese, mi volt a taktika? Hát így van, pontosan ez volt a taktika. Ugye Zoli fejéből pattant ki ez a brilliáns ötlet,
hogy nem ők kezdenek, hanem ők lesznek az utolsók, de hát ugye te ezt tudod nagyon jól, láttál elég sport eseményt, hogy valóban ez az egyik döntő momentuma lehet egy ilyen váltónak. Úgyhogy Zoléknak sikerült. Hogyan értékeled itt a csapat munkáját? És hát azért láthattuk azt is, hogy Cinti még ment volna a talicskában, ő élvezte a legjobban talán. Cinti nagyon élvezte, még szeretett volna még egy kört menni. Az az igazság, nagyon jó volt látni az előző két párosunkat, és tanulni abból, hogy mire kell jobban figyelni. És mire? És mire, így van. Mire? Arra, hogy egyenesen. Csak mert ha kimegyünk oldalra, időveszteség. Mire hármat számolok? Hát mire? Józsi, itt azt mondtuk, hogy azt hittük, hogy szalamoznak a csapatok, de látszott, hogy néha önálló életre kelt a talicska. Kérdezzel meg a versenyző idet, hogy mennyire volt nehéz irányban tartani ezt az eszközt. Hát igen, néha átlátogattunk a más csapat, a többi csapat pályájára is. Ugyanakkor sikerült hoznunk egy második helyet. Andit kérdezném meg, hogy milyen volt szerinted. Volt ebben több, vagy most meg kell elégedni ezzel? Én úgy gondolom, hogy meg kell most elégedni ennyivel, mert Szávát nagyon féltettük, hogy nehogy kiborítsuk. És én nem gondoltam, hogy ma fogok futni, és nem tudom, hogy vettetek rá, de a csapatért mindent. Na hát ugyanilyen lelkesedéssel megyünk tovább. És azért Aurélnak is adjunk szót, hiszen harmadik helyen futott most be Ajak, de mint mondtam, hölgyek voltak talán többségben. Bizony, és Erika, akit ugye vittek, elhatározta, hogy Erzsike, elnézést, hogy bármi történhet, nem lehet kiborítani ebből a talicskából. Így van, igazán én nem féltem egy cseppet sem, mert tudtam, hogy nem borítanak ki. Egyszer volt egyébként rá esély. De mégis menne maradtam. És hölgyek, vitték-e már? Valaha. Nem igazán. Ilyen férfi sem igazán. A lényeg az, hogy most harmadikok lettünk, de lehet, hogy ez csak azért, hogy a többiek kedvét ne vegyük el a játék további folytatásától. Így most izgalmas lesz a végjáték. Remélem, hogy nagyon jó helyen fogunk szerepelni a végén. Én is arra gondoltam, hogy Aurél azt fogja mondani, hogy most hagyták nyerni a másik két csapatot, és ezzel tulajdonképpen még izgalmasabbá tenni a falusi Turizmos című vetélkedőnket, ami ugyanilyen érdekes lesz szerintem a továbbiakban is, majd a középdöntők folyamán, és ugye nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy egy adott játékot hogyan sikerül teljesíteni, de szerintem a legfontosabb az, hogy ez egy igazi csapatot és helyi közösséget összekovácsoló nap, és nem csak azért, mert nyerni lehet, hanem azért, mert arról szól, hogy egy kicsit ápoljuk a hagyományainkat, együtt legyünk, jól érezzük magunkat, és megmutassuk azt, hogy nem csak szomorkodni és panaszkodni lehet, hanem túllépve mindezen jól érezni magunkat, és mindezt akár mondjuk otthon a képernyők előtt is megtehetik. És már lehetett látni, hogy a következő számhoz szükség lesz egy tipikusan falusi ételre, hiszen a tojás az, tojás hordó verseny. Lesz. Itt hölgyeket várunk, minden csapatból egy hölgy jelenkezőt kérünk. Mi pluszpontért megesztjük a tojást nyersen a végén. Az alma után már jól fog jönni. Na úgy látom, hogy a versenyzők elkészültek, minden csapat rendben. Akkor mi visszaszámlálás, felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Barabásiak vezetnek. Folyások még a tálakban, a második helyét nagy küzdelem. Barabás versenyzője már a célban. Másodikként érkezik Ajak, és Panyola versenyzője harmadikként a célban. Hát nem tudom, hogy valaha valaki szaladt-e ilyen tojásokkal a feje fölött. Én max azt tudom elképzelni, hogy kimegy a tyukolba, összeszedi a tojást, közben jön egy óriási nagy felhőszakadás, és akkor a feje fölött tartva a szakajtót visszaszalad. Lehet, hogy valakinek volt ilyen múltja, akár a barabási versenyző már próbálta ezt? Hát meg is kérdezzük Cintiától, hogy mennyire sokat gyakoroltál ilyen feladatot? Hát ilyen feladatom nem volt, csak hát iskolában volt ilyen. Gumi, átmászás, meg ilyenek. Mekká sprintfutásban jól vagyok. És akkor tudom, hogyha itt marad, itt tovább vagyok, akkor neki sprintelek, és akkor több idő jut.
Igen, mert látszik azért, hogy egy atléta alkattal van dolgunk, és nem tudom, Zsiga, te minden sporteredményt ismersz itt a megyében, hogy tálban tojás futásnak lehet, hogy ez az országos Ez biztos, csúcsa. Hogy most országos rekord, ez egy alaprekordnak hívják az ilyet, úgyhogy a következő versenyeken majd meglátjuk, hogy sikerül-e valakinek ennél gyorsabban esetleg célba érni a fején a tojásos tállal. Na, az ajakiak most másodikak lettek, gondolom, hogy... Semmi gond ezzel, hogy másodikak lettünk. Hogy sikerült? Mi volt benne a nehéz? A tojás volt a nehéz, vagy a futás? A futás. Futás egy kicsikét, nem vagyok már fiatal, és ez jó volt szerintem. Szerintem nagyon jó eredményt értünk el. Volt-e valami technika? Ahogy jött. Nem ahogy volt. Jött. És ahogy mondtam is, nem viccelünk, tehát hogyha a pluszpontot kaphat esetleg a csapatunk, akkor Miklós mondta már a verseny előtt, hogy ő megeszi nyersen mindetizet. Van erre igény, az a kérdésem? Figyelj, nem tudom, a következő feladatba habot kell fölverni, legalábbis a szervezőknek, esetleg, ha mondjuk egy ilyen nyers tojáshab felveréssel hozzá tudnak járulni, bár nem hiszem, hogy vannak hozzá technikai dolgok. Nem tudom, hogy egy... Akár szerintem egy pluszpontért megnézünk egy nyers tojásevést, nem tudom, nézek itt a szerkesztőkre. Ha benne vagytok, akkor mi ezt tudjuk prezentálni. A többi csapat mit szól hozzá? Ők is bevállalnak egy nyers tojásevést esetleg? Hát Barabás itt, benne itt van. Nagyon lelkes mindenki, itt nagyon lelkes. Panyola? Ott is bevállalják. Hát akkor ilyenre mi nem gondoltunk, de mondhatjuk, hogy ez itt az élőműsor varázsa. Úgyhogy mi a kreativitásnak semmiképpen nem mondunk nemet. Akkor egy-egy tojást? Reméljük, hogy nem szalmonellás ez a tojás, és hogy nagyon edzett gyomorral bírnak a versenyzők. Feltételezem, olyan valaki jelentkezett, aki már kipróbált, hogy milyen a nyers tojás. Ajakon igen, tehát Miklós ebben nagy mester. Tudja, hogy mit kell utána csinálni ahhoz, hogy az egészségre ne legyen ártson, és másnap ne kis csibék pattanjanak ki a szájából. Józsi, nálatok? Egyébként szilvaszedő versenyt ajánlana. Szilvaszedő versenyt? Szilvafát per pillanat nem tudunk prezentálni, de ha mindhárom csapat bevállalja, mindhárom csapat kap egy pontot, időnk is van rá, mert a következő feladathoz egy picit elő kell készülniük a szervezőknek. Én szerintem akkor mi hozzunk tojást. Aztán majd lesz vele valami. Jó, szerintem csináljuk, a kamerák ott vannak, a kollégáink ott vannak, úgyhogy ha mindenkinél van tojás, akkor el is kezdjük, és utána majd a... Utána mindenki vegye magához folyadékot. Kettő versenyszám van még hátra, de lassan másfél órája vagyunk itt, és tényleg kellemes augusztus idő van. Egy tojást kell megenni, tehát gyakorlatilag bátorság próba mondhatjuk azt, ott a csapatok segítői gondoskodnak most a tojásról. Panyola visszavonult a versenyt. Visszaléptetek? Na nézzük. Na nézzük, kezdjük ajakkal, Miklós. Meglátjuk, milyen a technikája. Kicsit a... Elfogyott. Egy taps. Elég lesz egy. Elég azt lesz beszéltük, egy. Akkor Panyola visszalépett. De a héját is megette? Nem. Már kezdtem megijedni. Pluszpontért Barabás is. Barabás is. Józsi, végleges a döntés? Úgy tűnik, hogy végleges, igen. Akkor Barbit majd megkérjük, hogy egy-egy pluszpontot írjon fel Ajaknak és Barabásnak. Csak és szerintem nagyon szoros a verseny. És közben elmondom, hogy mire kell készülnötök a következő feladatnál. Csavargó férfiaknak, egy ügyeskező férfi embert várunk minden csapatból, hiszen csavarokat kell, csavar alátét anya hármast összeállítani, mégpedig habosított vízben, és azt tudjuk, hogy néha víz nélkül sem egyszerű, és már ott is vannak a vödrök. Tehát akkor felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Hajrá, Laci! Hajrá! Feszült figyelem, nem is olyan egyszerű ez, hiszen a víz habos, és nem lehet látni, hogy
hol vannak benne az alkatrészek. Víz nélkül is nehéz ugye a megfelelő méretet kiválasztani, de így a víz és a hab az nyilvánvalóan egy nagyon nehezítő tényező. Reméljük, hogy azok, akik vállalkoztak, azok nem először próbálkoznak. Ajakon alakul vala mi látva a reakciókat. Koncentrálnak a versenyzők, feszült figyelem. Kicsit lehet azért bíztatni bizony őket, hogy ügyesen és minél gyorsabban sikerüljön megoldani ezt a feladatot. Természetesen az alátét, a csavar és minden más. Most ugye, nálunk fémből készült, nem fog elázni. Az a kérdés, hogy nálunk, mikor a László kidobta a másodikat, akkor lepattant róla az anya a csavarról. Mi a teendő? Most itt van kint az asztalon, csak lepattant róla. Hát de rajta volt, el, hát te lepattant a harmadik is. Négy kézlábra helyezkedsz. Mi készen vagyunk, csak lepattant róla. Panyola. Tehát mi készen vagyunk, csak lepattant róla. Igen, de hát a feladat az volt, hogy az összeszerelt csavart mit csináljunk akkor vele? Hát csavarjátok rá. Még egy csapat versenyben. És a barabásiak még csavaroznak. Hát más technika kell ehhez, mint a keresztszemeshez. És megvan de barabás csak, is. Csak sikerült. Nos, akkor az utolsó előtti feladat ez, amelyben akkor mi is volt az eredmény, mi a sorrend? A panyolaiak végeztek, első helyen ajak második, hiszen a feladat az volt, hogy az összeszerelt csavart kellett enni. Egy gondol még egy fordulat kellett volna, hogy megmaradjon rajta, barabás pedig a harmadik helyen végzett ebben a játékban. Kedves nézőink, Önök a Falusi Turizmos című vetélkedő műsorunk első középdöntőjét látják itt a Kölcsei Televízióban, benne pedig elérkeztünk az utolsó versenyszámhoz. A mai napon három település küzdött, Barabás, Panyola és Ajak, és tényleg verőfényes augusztusi hőségben embert próbáló feladatokon vagyunk túl, de hát nem adjuk föl, és nagyon-nagyon izgulunk, hiszen a következő és egyben utolsó versenyszám majd eldönti, hogy melyik települést fogjuk újra látni, illetve a csapatokat, hiszen a döntőre majd Kisvárdán kerül sor, addig még Mátészalkán és Tiszavasváriban járunk, és ott is különböző települések csapataival találkozunk. Úgyhogy eljött az utolsó versenyszám, mit fogunk látni, Zsiga? Mégpedig a kiütősdi, láthatjuk a bábukat, és három kísérlete van minden csapatnak. Egy versenyző dob almával, majd egy kis fazékkal, egy másik versenyző, a harmadik versenyző pedig sodrófával, és a lehetőség szerint le kell dönteni az összes bábút. Ha minden csapat ledönti az összes bábút, akkor értelemszerűen az győz, amelyik leghamarabb végez. Ha pedig maradnak fent, akkor az a csapat győz, akinek a legkevesebb marad fent. Tehát ezek a szabályok, és akkor azt hiszem, mehetünk úgy, hogy felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Először tehát almával próbálkoztak. Aztán repül a kisfazék, a sodrófa is. Igen, és elszállt minden. Úgy látszik, hogy nem is volt egyszerű ez a nem feladat. Nem is volt egyszerű a feladat. 3 maradt fönt, ha jól látom, Panyolának, és 3 maradt fönt Barabásnak is. Igen. Viszont a panyolaiak hamarabb letudták, úgyhogy ezt a számot Panyola nyerte, Barabás a második, a harmadik pedig Ajak ebben a számban, és most jön a legizgalmasabb rész, egy összesítés, és utána helyszíni interjúk a sátrak elől. És ti már látjátok, Józsi egész közel megy. Biztos, ami biztos, ugye ők a kihelyezett szemek, szerkesztőink, akik a mai napon egyébként tulajdonképpen szinte csapatkapitányként funkcionálnak, úgyhogy ez egy igazi fúzionálás a Kölcsei Televízió és Szabolcs-Szatmár Bereg megye különböző települései között. Barabást Kindrusz Emese bátorította, Panyolán Kerecseny Józsi okozott szerintem egy stabil, megnyugvó erőt, és Iván Aurél az ajaki, a tiszteletbeli csapat főnöke, törzsfőnöke, vagy
riportere, szerkesztője minden egy személyben, hiszen tényleg nagyon-nagyon szíveteken viseltétek a csapatok sorsát. Nos, akkor jöjjön egy kis helyszíni beszámoló. Mi nézzük a számokat, látjuk, hogy lélekben jól szerepeltünk, pontszámban sem túlságosan rosszul, úgyhogy megvárjuk majd, hogy mi a vég. De milyen volt a játék maga? Igazából a játék lényege kijötte, László. Szuper, nagyon jó volt, szuper volt. Szerintem a csapatnak is tetszett. Hölgyek, hogy érezték magukat a játékban? Nagyon jól éreztük, csak ez az utolsó, ez nagyon elment. Ez az utolsó, ez... De igen, még... Ez az utolsó nagyon nem sikerült, és... Hoppáré! Mi még nem tudjuk, nem látjuk. Mi, ha jól számolunk, vagy jól látjuk, akkor mi nyertünk. Hadd segítsek. Gratulálok, hány ponttal? 91 ponttal. Második helyzet, Tóri, légy szíves. Panyola 90. Panyola 90. Pont egy tojásnyival maradtunk el az első helyre. És Barabás pedig akkor ezek szerint a harmadik helyen zárt. Akkor egy tojásnyi ponttal, egy ponttal, de sikerült. Egy picit türelmet még kérünk, még egy ellenőrző számolás. Biztos, ami biztos ilyen szoros eredménynél. Véget ért a számolás, kétszer is átszámolták a kollégák a pontokat, úgyhogy a hivatalos végeredmény a harmadik helyet 87 ponttal Barabás szerezte meg ezen a versenyen. Egy nagy tapsot megérdemelnek. Nekik. 90 pontot szerzett Panyola, ez most a második helyen volt elegendő, de nagyszerűen küzdöttek. És az első hely pedig 91 ponttal, tehát egy ponton múlott a győzelem. Ajaké, így az ajakiak a vásárosnaményi középdöntő győztesei. Ott lesznek a kisvárdai fináléban, és megvan az esélyük arra, hogy hazavigyék ajakra a fődíjnak számító 500 ezer forintot. Úgyhogy nagy tapsot a győztesnek. Hajrá! És akkor most már másfél órával, vagy szűk két órával tapasztaltabban menjünk végig megint a csapatokon, hogy hogyan értékelik a szereplésüket, hogyan tetszett ez az egész rendezvény. Emese, Barabással hát, kezdünk. Nem titkolt csalódással állunk most itt. Nyilván itt mindenki az első helyre számított, és hát nem kis elánnal érkeztek ide a csapatok, láthatjuk a sátrat is. A kezdeti nehézségek után azért úgy gondolom, hogy belehúzott a csapat, felcsillant a remény a vége felé, és aztán pedig... Hát sajnos tényleg az utolsó két szám volt az, ami eldöntötte számunkra ezt a harmadik helyet. Ti hogy éreztétek magatokat? Én úgy gondolom, hogy egy eredményes nap van a hátunk mögött. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük, hogy itt lehettünk. Kicsit csalódottak vagyunk, de legalább a közép döntőben itt voltunk. Köszönjük szépen! Gratulálunk! Köszönjük szépen. Józsi, hajszállal lecsúszva az első helyről. Igen, hát mint mondtam, egy tojásnyival lecsúszva az első helyről. Igazából ezen múlott, az végén hatalmasat hajrázott a csapat, tehát két 10 pontos versenyünk volt, két győztes futam, egy ponton múlt. Én azt gondolom, hogy akkora volt a versenyszellem, hogy itt érezhető a csalódottság a csapattagjaink belül, ugyanakkor nagyon jó a jó kedv is. Andi, milyenek éreztétek? Nagyon jól éreztem. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Igazából mi az esélytelenek nyugalmában indultunk, mert nem tudtuk, hogy mire számítsunk. Másrészt meg a csapattagoknak a 90%-a a Panyola Fest szervezői közül kerültek ki, és még egy kicsit fáradtak vagyunk, de a lelkesedésünk az úgy gondolom, hogy magasan vezetett. A második helyre volt elég, de szerintem jól érezte magát mindenki, úgyhogy köszönjük szépen. A fáradtság dacára én úgy tudom, hogy ma még egy bulival zártok. Igen? Én nem tudom. Ott... Hallottam ilyet. Baráti körben igen. Figyeljetek, Józsi mindenképpen meg akarja magát hivatni Panyolára, szerintem egy buliba. Ugye azzal kezdtük az adást, hogy ő ott volt a Panyola Festen, és ha... Most ebben a versenyben csak másodikak lettetek, én azt gondolom, hogy a megye, sőt az ország fesztiváljai között mindenképpen aranyérmesek vagytok, úgyhogy gratulálunk Panyolának, és további sok sikert kívánunk. Az első hely pedig Ajaki, ahol alig ha izgultak, hiszen Aurél már megmondta az első szám előtt, hogy melyik csapat lesz a győztes. Picit a jövőbe láttál, de ettől függetlenül milyen volt ez a két óra?
Én nagyon élveztem, ha szabad ennyi személyes dolgot elmondanom, ahogy Józsi Panyolán volt a Panyola Feszten, én ott voltam Ajakon, az Ajak a városnapon, tehát én magam is megmártóztam Ajak mindennapjaiban ilyen tekintetben, és nagyon örülök annak, hogy a csapat nyert. Tudom, hogy csak egy tojással ugyan, de azt is sikerült abszolválni. Milyen volt a verseny, László? Nagyon jó. Én jól éreztem magam, szerintem a csapat is jól érezte magát. Így, hogy két férfi személyében teljesítettünk, nem tudtak többen jönni, szerintem a hölgyektől ez elismerést vár. Igen, voltak olyan számok, ahol amiatt szerepeltünk egy kicsivel gyengébben, mert ugye hölgyek, kevés férfi volt, és inkább hölgyek voltak. Nyilván ugye ez némi hátrányt okozott, de azért én nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, és akkor találkozunk majd a döntőben. Így legyen, és azért, hogy maradjon egy emlék a részvevő csapatoknak, megkérjük. Csapatokat fáradjatok már ide Szalmából, ez a dobogó, ami megépült, hogy egy oklevéllel és egy serleggel köszönjük meg a fáradozásotokat. A falusi turizmus első középdöntőjének harmadik helyezettje a Barabási Együttes lett, és egy oklevél, valamint egy serleg a jutalmuk. Gratulálunk, akkor kérjük a csapat képviselőjét. Kinek adhatom át? Szívből gratulálunk, és reméljük, hogy Barabás valamilyen illusztris helyére kerül majd ez a serleg, és jó szívvel emlékeztek a mai napra. Emesét pedig bármikor meghívhatjátok, énekel nektek az együttesével, a Meláns zenekarral, úgyhogy szívből gratulálunk, tehát a harmadik helyezett a Barabási csapat lett az első középdöntőben. A második helyet hajszálra lemaradva az első helytől Panyola szerezte meg, átadhatnám Józsinak is, hiszen már tiszteletbeli panyolai lettél, de gondolom van egy csapatkapitány, akinek odaadhatom a második helyét. Parancsolj, gratulálok, és még egy oklevél is. És egységünkre, egészségünkre, hajrá Panyola! Gratulálunk. Az első hely és a továbbjutás pedig az ajaki csapati Pós Anitától kapják meg a serleget és az oklevelet. Szívből gratulálunk, a kedves nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk töltötték. Gondolom, hogy otthon a kanapékon egy kicsit hűvösebb körülmények között, mint mi. Ezt a mai első középdöntőt várjuk Önöket a következő középdöntőbe is, természetesen azt követően is, és majd a döntőbe is, ugye a Falusi Turizmos című műsorunkban 20 település mérettetik meg, és a fődíj... már megvan egy döntős. 500 ezer forint, úgyhogy Ajak már a döntőben, Kisvárdán kerül majd sor a döntőre, addig pedig figyeljék a Kölcsei Televízió műsorát, a Facebook oldalunkat, és akár személyesen is eljöhetnek majd szurkolni a településeknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes napot kívánunk. Viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.